ez az első olyan videóm, ahol szándékosan kapcsolom ki a kommenteket. Biztos mindenkinek vannak gyerekkori barátai, meg ismerősei, akik nem családtag, de úgy a gyerekkorodtól ismered, vagy a gyerekkorodtól ugye az életed része is, és nem tudom, úgy a mindennapjaidat úgy kitöltötte, vagy legalábbis tényleg nagyon jó barátok vagytok, ismeritek egymást. Na most, ez nem egy vidám videó lesz, meg nem egy ilyen nagyon jó sztorizgatás a régi időkről. Ezt kise szkripteltem igazából, ezt csak most leülök ide és elmesélem, mert ezt igazából ez már egy nem mostanában történt, csak vártam a fejleményeket, hogy hát, hogy jobbra fordul a helyzet, de nem úgy néz ki, hogy ez megtörténne, úgyhogy inkább csak elmesélem azt, ami most van, aztán majd mindenki megítéli, hogy ez hogy néz ki, vagy minek tartja ezt, úgyhogy az történt, hogy ugye, aki nem tudja, kárpátaljai vagyok, Kárpátaljáról származom, és ott éltem legalább 20x akárhány évet. És az ember, ha ott nő fel, akkor vannak ott barátai. Már amolyan úgymond kvázi családtag. És a minap jött egy hír, ez már jó pár hete, hogy az egyik ilyen barátomat elvitték a frontra. Tehát ez úgy képzeltek el, hogy sétált magának. Igazából azt sem értem, hogy miért ment ki a házból, de úgy döntött, hogy sétált. Eddig nem vitték el, akkor nyilván most sem fogják elvinni, gondolta magában, de nyilván nem az ő hibája. És ott sétálgatott, majd oda ment hozzá két katona, igazoltatták, és ugye mivel nem volt neki, tehát nem volt semmilyen panasza, amivel ne vihetnék el semmén, én nem tolószékben közlekedik, vagy épp kézláb ember, egészséges fiatal férfi. Ezért mondták, hogy akkor egy héten belül jelentkezzen a hat kiegészítő parancsnokságon. És akkor ő így bement oda, aztán így mondták, ugye ez kisvárosról beszélünk most. És akkor mondták neki, hogy figyelj, mondja, hogy az orvos, hogy figyelj ide, hátgerincferdülés, lúdtap, hát ez ne izgulj, nem tesznek téged semmi olyan komoly helyre, mert beteg vagy, meg ilyenek ezek problémák azért. Nem bírott el, tehát egy 40 kilós fickóról beszélünk, szóval nem bírott elvinni azt a 15 kilós gépkarabét, meg golyóálló mellényt. És akkor aztán nyilván azért a szíve majdnem megállt, de azért úgy megnyugodott, hogy legalább nincs közvetlen életveszélybe, elviszik valahova állomásozni valamilyen ilyen békésebb helyre. És akkor nyilván a családja azért, az élettársa, az édesanyja, a testvére azért, hát ez eléggé megviselte őket. Tehát tudom, mert úgymond napi kapcsolatban vagyunk. És az volt aztán, hogy ugye nem mondom, hogy ő volt az egyetlen kereső a családban, mert nem csak ő, de többnyire az ő fizetése az, ami dominált a háztartásukban. És most ugye ez elvileg nem esett ki, mert utalják neki, de nem is ez a lényeg. És az volt aztán, hogy őt elvitték katonának, és mondták, hogy 3 hónapos kiképzés. Próbáltak ott megmozgatni minden szállat, így ismerősöket felhívni, mit lehetne ezzel tenni. Elküldték ugye a megyeszékhelyre, Ungvárra, ahol az orvos úgy döntött, hogy lúdtalp, hátgerincferdülés. Ugyan. Ezzel te még simán egészséges vagy, és mehetsz. És el is vitték katonának, aztán elment egy ilyen kiképzőtáborba, ahol ilyen, azt mondták, 3 hónapos kiképzés. Csak hát ugye a katonai kiképzés, sokan, akik nincsenek ebben annyira benne, én is ezt csak később tudtam meg, az nem annyiból áll, hogy megtanítanak téged célba lőni, meg a fegyvert vinni, meg menetelni, meg tisztelegni, meg ilyenek. A katonai kiképzés az azért is fontos, mert mentálisan felkészítenek téged arra, hogy milyen az, amikor fegyvert fognak rád, hogyan kell kezelni egy olyan helyzetet, amikor konkrétan életveszélyben vagy. Tehát ezt hogyan kell kezelni. És nyilván ugye 3 hónap alatt erre nem nagyon tudják megtanítani őket. És aztán egy nap jött a hír, hogy kivezényelték őt Bakhmutba. Na most nem akarok tényleg bántani senkit, meg ezt nem rossz indulatból fogom mondani, de az ő családja, tehát családtagjai azért eléggé, úgymond, ukrán tévén nevelkednek, és mondjuk úgy, hogy az Zelenszkij igazságát követik, és ugye azt mondták, hogy hát nem baj, Bakhmut az jó hely, mert az legalább az ukránok kezében van már, és akkor itt néztem, hogy úristen, Bakhmut az egy húsdaráló, tehát hogy lehet azt mondani, hogy az ukránok kezében van, és akkor ugye ők is azért még az ő testvére, most nem érdekel, hogyha megharagszanak rám, mert én amúgy nagyon dühös vagyok, az ő testvére még támogatta annak idején a Majdant, persze csak otthon a fotelból, meg az egész háborút is, hogy igen, meg kell védeni a hazánkat, meg milyenek, persze nem ment katonának, de otthonról azért könnyű támogatni, és most, hogy elvitték ezt a fickót, most azért persze, attól fel, hogy kárörvendésnek tűnik, hogy na ugye, nem ez szörnyű és ez tragédia, csak azt mondom, hogy ilyenkor már, amikor a saját családtagjaid élete forog kockán, akkor már teljesen más megvilágításban van, akkor már nem akarod, hogy az életét adja a hazájáért, akkor már csak azt akarod, hogy épségben hazajöjjön, és a minimális sérülésekkel, ha legalább valami. És akkor egyszer csak mondták, hogy mennek akkor Bakhmutba. És az lett ezzel az egész bakhmutos dologgal, hogy
hogy oda mentek, aztán ott árkot ásadtak velük, meg ilyenek, és végül így mondták nekik, hogy semmilyen igazolványt nem vihetnek magukkal. Tehát semmilyen igazolványt nem vihetnek magukkal, ami a személyazonosításra alkalmas. És ugye nem értettük, hogy az, hogy mobiltelefon nem vihet, az oké, mert bemérik a hálózatot, belövik oda a rakétát, az oroszok persze ezt tisztasor, ezt értjük. De mondjuk ez egy másik kérdés. És aztán így elkezdtem kérdezni, hogy miért nem vihetnek magukkal igazolványt, és ez így kiderült, hogy azért, mert ez egy úgymond egy trükk arra, hogyha meghal, akkor valamennyi kárpótlás vagy kártérítés az ukrán állam kell, hogy fizessen az ő családjának, mert ugye mégiscsak kényszersorozás volt, tehát ő nem akart oda menni. És hogyha nem visz magával igazolványt, nem lehet azonosítani, semmit nem tudnak róla, akkor simán tudják eltűntnek nyilvánítani, és akkor ez így el van odázva. Sőt, még azt is mondta neki a testvér, bár ő beszél ukránul, tehát ő tud, képes folyékonyan beszélni. Most magyarról beszélünk, de ugye még annak ide oroszul, ukránul megtanult. És azt mondta a testvére neki, hogy nehogy aláírjon semmilyen papírt, vagy legalábbis nagyon jól olvass el, mert amúgy azt szokták csinálni, hogy odaadnak, tehát képzeld azt a stressz helyzetet, amikor ott vagy. Gyakorlatilag több száz kilométerrel az otthonodtól a kényelmes, többnyire kényelmes életet, a megszokott életet, fellébredsz egy idegen helyen, idegen emberek között, és életveszélyben, és elé tesznek egy papírt. Csoda, hogy tehát nyilván az ember ott aláír minden, mert egyszerűen fél, meg van ijedve. És azt csinálják, ezt magyarokkal is csinálják, de bárkivel megteszik. Most nem akarok nagyon ilyen, nagyon arra beszélni, ez csak a magyarok ellen szó, ez mindenki ellen szó. Ez mindenkivel megteszik ezt, hogy aláíratnak veled olyan papírokat, hogy te önként mentél oda, vagy belecsempészik, hogy önkéntes vagy. Azért, mert hogyha te önként mész oda, akkor még csak fizetni sem kell utána semmit. És ez egy zárójeles gondolat lesz, de annak idején, amikor én betöltöttem a 18-at, meg Ukrajnában, ugye, amikor betöltöd a 18-at, téged elvisznek egy ilyen kivizsgálás, egy körbejár, egy ilyen orvoscsoport megvizsgál, hogy egészséges vagy-e, meg képes vagy-e katonai szolgálatra. És ott konkrétan az volt, hogy én tudtam ukránul, de úgy magyar gyerek révén ugye nem volt szükségem arra, hogy ukránul beszéljek, még a hadkiegészítő parancsnokságon sem, mert ugye ott is azért magyarul beszéltek körülöttem. És elénk tettek egy papírt ukránul, hogy írjuk alá. Az volt a lényeg, hogy amikor elolvasod ezt a papírt, akkor látod azt, tehát láttam, el tudtam olvasni azt, hogy három ponton van leírva, hogy igen, önként jelentkezem kötelező sorkatonai szolgálatra, és meg hogy is volt fogalmazva, próbálom felidézni, mert ugye ez nem ma volt, hogy állítom, hogy nincsen semmi olyan betegségem, ami engem meggátolna abban, hogy, és a harmadik pont, hogy önként írom alá ezt a papírt. És én most 19 évesen azért csak úgymond picit provokatívabban így megkérdeztem azért, hogy elnézést, mi van ideírva, mit írok itt alá? És mondják, hogy hát azt, hogy ezek a te adataid, és hogy adategyeztetésben részt vettél meg ilyenek. És ezt mondta a szemembe a tiszt. És akkor mondom, és miért kell ezt három helyen aláírni? És mondta, hogy nem mindegy. Tehát ennyi volt a válasz. Úgyhogy azért, hogy mondjam, ez nem úgy működik. És kérdés, hogy miért akarnak elvinni katonák? Azért, mert nekik megvan adva egy kvóta, ennyi embert kell elvinni. Ha nem viszel el annyi embert katonának, még régen a háború előtt, akkor őket lecserélik. Ez ilyen egyszerű. És ha eddig te éltél mondjuk 30 ezer ukrán hrivnyából, az 300 ezer forint ukrán, az más érték, most meg élned kell, utána lecserélnek, mint 5 ezerből, akkor az nem örültek ennek. Na lényegtelen. És ezt az én barátomat, amikor elvitték oda, az volt, hogy mennek Bakhmutba, de nagyon megviseltett rendesen, tehát nagyon-nagyon-nagyon megviselte, és aztán kiderült, hogy nem Bakhmutba mentek, hanem valami másik vidékre, ahol nem fogom tudni a nevét, mert annyira nem vagyok ezzel képben ott azzal a régióval, de aztán jött a hír, hogy 50 méterre vannak tőle az oroszok, tehát 50 méterre vannak tőle az oroszok, a frontvonaltól 50 méterre úgy, hogy a 3 hónapos kiképzése az tartott kevesebb, mint 2 hónapig, és bedobták őt a mélyvízbe, egy 15 kilós golyóálló mellényen, egy 15 kilós gépkarabélyen, nem tudom, hát egyszerűen nincs arra valaki fizikailag felkészülve. És itt most én csak annyit mondok, hogy egyszerűen itt nem tudod, hogy mi lesz vele, mert minden nap életveszélyben van. És eddig úgy volt, hogy 3 vagy 4 napot kellett a lövészárokban tölteniük, és aztán pedig ugye a szálláson, ami többnyire biztonságosabb, de most, mivel annyira nincs ember, most már 7-ből 6 napot töltenek a lövészárokban, és egyszerűen tehát el nem tudod képzelni, mi folyik ott, és egyszerűen ez gondolj bele abba, hogy ott van tőled egy focipályányira van tőled az ellenség, lőnek rád, ha meglát, nem kérdezik meg, hogy te önként mentél oda, nem kérdezik meg, hogy mit keresel ott, nem kérdezik meg, hogy milyen nyelven beszélsz, vagy honnan jöttél. Meglátnak, és más jelzés varratul, és lőnek. És nem azért kell
békét kötni, Ukrajna feladja a területeit. Nem azért kell békét, meg fegyverszünetet kötni és tárgyalni, hogy valaki elveszítse, vagy megnyerje ezt a háborút. Ezt a háborút mindkét fél elveszítette már. Ukrajna azért veszítette el, mert az országát úgy lerombolták, ahogy még szerintem Európában az elmúlt 50 évben országot nem pusztítottak el, és még szerintem a jugoszláv háború sem volt ennyire durva. Illetve Oroszország megint csak elvesztette ezt a részét, mert oké, hogy megkeresik most az olajon, mert ugye Amerika ugyanúgy továbbra is vásárolja tőlük az urán, meg a nyersanyagot, tehát ugyanúgy kereskednek velük, a kamu, hogy nem, de az a rengeteg ember, aki meghalt, tehát maga a nemzetközi helyzet, ezt a háborút már nem nyerik meg, mert egyszerűen ebből az a társadalmi megítélés, az egész, tehát ha egy nagyobb képet nézünk, ezt már nem ír, nem, a történelemből ezt már nem tudják kimosni, hogy ők megtámadták Ukrajnát, és akárhogy nézzük, hogy még akkor is, hogyha nem követtek el háborús bűnöket, nagybetűs háborús bűnöket tételezzük fel, még akkor is azt fog lejönni, tehát a történelemben az lesz, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és innentől kezdve mindenki, aki orosz, az meg lesz bélyegezve a nyugati médiában, meg a nyugat szemében, és ezt nem fogják tudni, ezt Putyin sem fogja tudni, de még az utódja sem lemosni magáról. De most nem akarok erről beszélni, mert nem akarom ezt egészet átpolitizálni, csak azt mondom ezzel, hogy azzal, hogy őt most elvitték oda, és ott küzd az életért napi szinten, hogyha még vissza is jön, vagy milyen mentális állapotban jön valaki vissza egy ilyen helyzet után, és a kérdés az, hogy miért kapcsoltam ki a kommenteket ennél a videónál. Azért, mert amikor ilyenekről beszélek, akkor, hogy mondjam, nyilván van, aki ezt, hogy mondjam, akinek az empátia minden hiányában hülyeséget akar fröcsögni, vagy be akar szólni, én ezt elfogadom. Van, aki nyilván, aki a legjobb jó kívánságokat küldi az én barátomnak, hogy csak azért nem nevezek nevén, mert nem akarom, hogy azonosítsák, meg azt, hogy tudják, hogy kiről beszélek, mert higgyétek el, nézik ezeket a videókat. De maga az, hogy egyszerűen én nem akarok olyanokat olvasni, mert egyszerűen nekem nincs kapacitásom, meg nem akarom, hogy ha valaki látja, aki őt ismeri, olyanokat olvasson, hogy igen, de Ukrajnában ez a szabály, köteles megvédeni a hazát, meg ha ukrán, akkor menjen oda. Nincs erre szükség, meg olyanokat, hogy ha Magyarországon lennének, akkor itt is elvinnék a férfiakat, de nem viszik. Nem viszik, és itt nincs kényszersorozás, NATO tagállam vagyunk, nem lesz kényszersorozás, vagy legalábbis nagyon reméljük, hogy nem lesz. Senki nem akarja, de azért gondoljon már bele mindenki egy kicsit csak abba, hogyha az ő családtagját, apját, testvérét, gyerekét vinnék el a háború, férjét esetleg elvinnék egy ilyen helyre a lövészárokba, kiképzés nélkül golyófogónak, akkor tényleg azt tudod mondani, hogy hát igen, hát ez a törvény, hát akkor menni kell, hát ez a szabály, hát ilyenek. Tényleg ezt így ki tudod mondani? És a legdurvább az, hogy ő azért van 6 napot a lövészárokban, mert nincs pénze. Azért van ott 6 napot, mert az, aki fizet a tiszteknek, akinek van pénze, mert valamivel több van neki, vagy nem mondom, hogy szupergazdag, csak van pénze. Őt nem viszik 6 napra a lövészárokban, lefizeti a tisztet, és a tiszt otthon ül a kaszárnyában, és vígan el van magának, mert nem ő megy oda. Úgyhogy ez a legdurvább ebben az egészben, és nagyon szeretnék segíteni nekik, úgyhogy hogyha ennek a családnak, mert tudom, hogyha most ez a barátom kiesett, úgymond a jövedelembe, vagy nem tudom, hogy hogyan folyósítják így a fizetését, de tudom, hogy nagy szükségük van erre, hogyha most ezért külön megnyitottam a Kickstarter oldalt, meg amúgy is akartam már, de hogyha valakinek van kedve akár, és ezt most nagyon-nagyon nem szeretném ezt a kódulásra, meg az ilyen erre kivezetni, mert ez nem erről szólt ez a videó, hanem hogyha valakinek van kedve utalni, akár 100 forintot, akár 200 forintot, de tényleg akármennyit, az nekik nagy segítség lenne, és én vállalom azt, hogy amikor ezt a pénzt lehívom, én erről külön videót fogok közé tenni, csak vagy legalább egy bármilyen rövid felvételt, hogy lássátok, ez nem nekem kell. Tehát én soha nem csináltam még ilyet, de nagyon szeretnék nekik valamit gyűjteni, mert egyszerűen ez embertelen, hogy egy családot így szétszakítanak, és tényleg az ő élettársa, a 2-3 nevelt gyereke, és az anyja, a testvére, a barátai ott rettegnek, hogy úristen, mi lesz most vele, mert ez egyszerűen, ha belegondolsz abba, hogy veled történne ez, akkor te hogyan reagálnál? Tehát hogyan éreznél azt, hogy elvittek téged, és bevágtak a lövészárokba, és csinálj, amit akarsz. Ha meghalsz, őket nem fogja ez érdekelni, mert te nekik nem úgy egy fogaskerék, vagy egy statisztika, egy számadat vagy. És a legrosszabb azt látni, hogy beszélgettem ugye beregszászi emberekkel, ismerősökkel, és azt látják, hogy a várost elárasztották a belső ukrajnai turisták. Nem menekültek, turisták. Bárki, aki megnézi a így rákeres kaszonyi termálfürdő, vagy a pacsírt, a gyógyfürdő, vagy bármi ilyesmilyen üdülőkomplexum. Csak nézzétek meg, hogy hogyan van, hogy megy most. Tele van turistákkal. Tele van belső ukrajni turistákkal. Mikor otthon éltem, akkor is tele volt orosz turistával, meg ukránnal, ez teljesen normális, de most, amikor Kijevet bombázzák,
és Kijevből meg ide jönnek üdülni, de még Európába is járnak. Miközben az én barátaimat meg elviszik a frontra, hát leköpném az ilyet. De most ez megint egy másik kérdés. Úgyhogy ha valaki szeretne segíteni, azt biztosan szívesen fogadják. És ezt miért mondtam el ezt most? Mert egyszerűen ezt már régen akartam mesélni, csak eddig soha nem volt rá. Se idő, meg gyomrom sem, hogy erről beszéljek. Mert azért arra gondolni, hogy egy olyan ember, akivel gyereket ilyen kicsi korom óta ismerem, hogy bármikor jöhet egy hír, hogy ő meghalt, azért az nem könnyű ezzel együtt élni. Még úgy is, hogy nem családtagom, de azért mégiscsak gyerekkorunk óta elismerem. Úgyhogy én a legjobbakat kívánom neki. Nem hiszem, hogy ez a videó eljut hozzá, legalábbis remélem, hogy nem fog ilyen formában eljutni, mert akkor nem akarom, hogy beazonosítsák ezáltal, de remélem, hogy azért élve hazajut. Na jó, köszönjük, hogy megnéztétek. Sziasztok!